Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban az újévi fogadalmak buktagát fogom kitölteni, amire Edmond hívott ki az Edmond könyvkuckója csatornáról, amit ezúton is köszönök. Hát ez egy olyan tag videó, ami körülbelül a 2020-as év terveit fogja lefedni, tehát hogy valamilyen általános képet nyújt elméletleg a végére arról, hogy körülbelül miket fogok elolvasni idén. Aztán nem tudom, hogy mi lesz belőle, mert szerintem körülbelül ugyanazt a 2-3 könyvet mondom majd végig, de nem vagyok idén túl, vagy nem is azt, hogy nem vagyok túl ambiciózus az idei évre nézve olvasás terén, hanem inkább úgy vagyok vele, hogy majd lesz valami. Nem akarok ilyen túl nagy célt kitűzni, hogy mit tudom én, elolvasok 100 könyvet, mert úgyse fogok, szóval olvasok, ami jön. Na de akkor a kérdések. Első kérdés, egy író, akitől szeretnél olvasni idén, de eddig még semmit nem olvastál tőle. Ezzel azért voltam kicsit problémában, mert olyan könyvet nem szoktam nagyon betervezni előre, hogy el fogom olvasni, ami nincs még meg. Tehát, hogyha meg lenne egy olyan írónak a könyve, akitől még nem olvasnék, de régóta szeretnék, akkor azt mondanám, hogy persze. Azt egyértelműen rá tudom vágni, de mivel nem tudom, mikor fogok legközelebb könyvet venni, mert jelen pillanatban elég sok olvasatlan könyvem van. De ide V. Schwabot választottam, mert tőle nagyon sok könyv fel van a várólistámon, és még egy könyvét sem olvastam, szóval hát ha idén jön a nagy áttörés, és végre fogok V. Schwab könyvet olvasni, nem tudom, ahhoz először vennem kéne egyet, de még egyelőre nem fogok, szóval nem tudom, mi lesz. Második kérdés. Egy könyv, amit mindenképpen szeretnél elolvasni. Hát itt elég sokból tudtam válogatni. Aztán végül úgy voltam, hogy olyat fogok ide betenni, ami megvan. Hát egyértelműen, mert hogy ez azért olyan könyvet, ami megvan, mert hogy az, ami tutira el lesz olvasva idén. Valószínűleg 90%-ig biztos vagyok benne, hogy el fogom olvasni. Ide pedig most másik könyvet fogok mondani, mint amit eredetileg akartam, mert ugye a videózás előtt jutott eszembe, hogy van egy másik könyv, amit ide tudok mondani, és akkor legalább kevesebbet fogok duplázni. Ez pedig nem más, mint Celeste Ng-től a Little Fires Everywhere, aminek az a magyar címe, hogy Kis tüzek mindenütt. És ugye olvastam az Amit sohasem mondtam el, és azt már nagyon régen olvastam. Ezt a könyvet meg nagyon régóta bederveztem, hogy elolvasom. Nagyon régóta van rá lehetőségem is, és akkor megpróbálom idén végre teljesíteni ezt, hogy ezt elolvassam. Főleg azért, mert ebből a könyvből, ha minden igaz, idén februárban lesz sorozat is, tehát előbb jó lenne elolvasni hozzá a könyvet. Meg az Amit sohasem mondtam el, az nagyon jó volt, szóval kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Harmadik kérdés, egy klasszikus, amit szeretnél elolvasni. Na már most igazából nem terveztem idénre, hogy így nagyon klasszikusokat fogok olvasni, főleg már nem vagyok középiskolás, tehát olyan nagy klasszikusokat így magyarra sem kell elolvasni. Másrészt kifogytam a Jane Austen lehetőségekből egy olyan 2 éve már, és így azokon kívül külön nagyon nem vagyok ilyen klasszikusokra reálva, de azért vannak itthon klasszikus könyvek, amiket így benne van, hogy el kéne olvasni, mert azért olyan könyvek, hogy azok tényleg ilyen jelentős könyvek, és el kellene olvasni, de még nem tettem meg, és nem tudom, hogy lesz rá erőm. Minden esetre megvan egy csomó Bronte könyvünk, úgyhogy legalább egyet azok közül el szeretnék, és akkor most idehoztam az üvöltőszeleket, mert ez tűnt a legrövidebbnek. És nem hinném, hogy rá fogom egyébként magamat venni, mert nem tudom, egyelőre nem érzek magamban erőt, de megpróbálom. Legalább ezt, hogy tényleg valami klasszikus is legyen idén, mert azért általában legalább egyet el szoktam olvasni. Ha más nem, akkor meg esetleg még a Ne bántsátok a fekete rigót, az, ami versenyben van ilyen téren. De hosszú még azért ez az év, úgyhogy még bármi megtörténhet. Negyedik kérdés, egy könyv, amit szeretnél újraolvasni. Na, csak a fél polcon van egyébként ezen a listán rajta, kezdve majdnem az összes Rick Riordan könyvemmel, de a 2 legfontosabb, az egyik, az az Így neveld a sárkányodat sorozat, amit ugyan elkezdtem 18 decemberében újraolvasni, de most már tényleg újra szeretném olvasni a maradék részeit is, és befejezni, úgyhogy ez most a 7. kötet, ez jön a sorban, úgyhogy remélhetőleg idén sikerül végigolvasnom újra a sorozat maradékát is.
A másik, amit pedig ide választottam, amit körülbelül 3 éve szeretnék újraolvasni, mert azt hiszem 2016-ban olvastam utoljára, először is utoljára, az pedig a Gyűrűk ura. Főleg most már megvan ilyen szépen. Valamikor, amikor nagyon rá fogok érni, ami valószínűleg most januárban lesz, de túl sok olvasatlan könyvem van, úgyhogy majd valamikor ezt is újra kéne olvasni. Ötödik, egy könyv, ami 1000 éve várólistás és 2020-ban el akarod olvasni. Ezt is azért voltam problémában, nem szoktam nézegetni a várólistámat annyira. Úgy vagyok vele, hogyha van egy rajta egy csomó könyv nagyon régről, tehát így amikor először pakolgattam föl így valaha könyveket, de nem szoktam nézegetni, mert úgy vagyok, hogy majd egyszer, majd valamikor, mert mindig van valami, ami jobban érdekel, mint azok, és végül nem veszem meg őket. Szóval próbáltam olyan könyvet keresni a polcomon, amit még nem olvastam, régóta várólistám van, és meg is van, és ez így nehéz, mert általában egyből elolvasom a könyveket, de kicsit csalok, és ide most a Szunnyadó parást mondom, mert ez van az összes jelenleg birtokomban lévő könyv közül legrégebb óta meg, és ez van a legrégebb óta várólistán is, mert 2018. januárjában tettem körülbelül föl Goodreads-en a várólistámra. Nem azt mondom, hogy el szeretném olvasni, de mert hogy ha január 1-jéhez képest nézzük, akkor el szeretném olvasni, viszont mire ezt a videót fölveszem, én ezt már kiolvastam. Szóval igazából ezt már nem szeretném elolvasni, mert már elolvastam, de akkor is ide veszem, mert idén olvastam, és ez nagyon régóta volt már várólistán, ahhoz képest. Hatodik kérdés, egy jó vastag könyv, amit beterveztél. Nincs. Ilyen nincs. Gondolkodtam rajta, hogy egy külön vastag könyv, amit külön beterveztem volna, hogy idén el kellene olvasni, de nem hinném, mert ilyen 3-400 oldalas könyvek azok még nem túl vastagok, mert abból többet is fogok olvasni idén. Trónok harcát meg nem terveztem, attól más vastagabb könyvet meg nem tudok mondani. Úgyhogy ha csak nem fanyalodok rá a Királyok nem, a Kardok viharára, akkor nem fogok túl vastag könyvet olvasni. Mármint olyan vastagabbat. Hetedik kérdés, egy író, akitől már olvastál, és 2020-ban is szeretnél, Rick Riordan. Mivel Rick Riordannak minden évben körülbelül jön ki új könyve, ezért Rick Riordantól minden évben olvasok könyvet, tehát idén is fogok, mégpedig a Trials of Apollo befejező része. Én úgy tudom, hogy idén fog kijönni a The Tower of Nero, és el fogom olvasni még idén, az tuti biztos, tehát az abban a pillanatban, hogy megjelenik, én elő fogok már előtte rendelni rá, és akkor ez egy pár napon belül megérkezik, ahhoz képest, hogy megjelenik, és olvasom a befejező részt. Nyolcadik kérdés, karácsonyra kapott könyv, amit el fogsz olvasni 2020-ban. De igazából választottam többet is, ebből egyet tutira el fogok olvasni, a másik kettőt meg el kellene, mert kéne. Szóval megkaptam karácsonyra, mert én gyűjtöm ezeket a Puffin imprintes gyerekkönyveket, amiknek ilyen szép borítójuk van, de csak nem látszik, mert a legfelső polcon vannak, és ilyen kis szivárványban adják ki, és már több mint a fele megvan az egész sorozatnak. És megkaptam karácsonyra a... nem tudom a magyar címét, de lehet, hogy kis hercegnő, nem tudom, Little Princess, és a Kisasszonyok. Aztán nem tudom, hogy mikor fogok rájuk vetemedni, mert még ezen kívül megvettem a Kincses szigetet valamikor tavaly nyáron is, szóval 3 könyv is van ezek között, amiket el kellene olvasnom, de ezeket karácsonyra kaptam. Valószínűleg el fogom őket olvasni idén, viszont amit tutira el fogok olvasni idén, és szintén karácsonyra kaptam, az Alexandra Christo-tól a To Kill a Kingdom, vagy Egy birodalom végzete, mert ezt mind láthatjátok, ezt már olvasom, szóval ez... fokuszálj már, hát azaz sikerült. Szóval már a felénél vagyok, szóval ez tutira el lesz olvasva idén. És ez is egyébként régóta várólistán van, mert ez meg 2018 június körül került fel. Szóval ez is régóta várólistás volt. 9. kérdés. Egy sorozat, amit elkezdeni és befejezni is 2020-ban fogsz. Nem hinném, hogy lesz ilyen. Gondolkodtam, hogy a Szunnyadó parázs, mert technikailag tavaly kezdtem el olvasni a könyvet, de pár oldalt olvastam csak, mert nem olvastam belőle többet. És akkor igazából idén olvastam ki majdnem az egészet, így pár oldal kivételével. És akkor gondolkodtam, hogy az, mert én úgy tudtam, hogy az 3 kötetes, és mind a 3 megjelent. Bár nem magyarul, hanem angolul, de mint utána néztem, és nem, 2021-ben még meg fog jelenni belőle egy 4. kötet.
Ami azt jelenti, hogy még ha akarnám, se tudnám idén elolvasni az egész sorozatot, más sorozatot elkezdeni egyelőre nem tervezek, befejezni meg végképp nem, szóval ilyen sem lesz igazából szerintem, nincs ilyen sorozat, szerintem nem fogok nagyon sorozatozni idén, max újraolvasás, de az meg szerintem nem számítana ide. 10. kérdés, utolsó előtti kérdésünk. Van valami olvasási terved? Ha igen, hány könyvet tervezel 2020-ban elolvasni? Ugye minden évben be lehet állítani Goodreads-en az évi célodat, hogy hány könyvet szeretnél elolvasni az évben, és hát én úgy szoktam csinálni, hogy mindig az előző évhez képest 10-zel emelek, de aztán tavaly 2018-ban volt 40, tavaly megint 40-et állítottam be, mert először 30-et akartam, mert mondom egyetem, meg érettségi, meg ilyenek, de ahhoz képest tudtam olvasni. És akkor most úgy voltam, hogy akkor 5-tel emelek, úgyhogy idénre 45 könyvet terveztem be. Valószínűleg meg lesz, mert eddig minden évben meg volt a minimumom, tehát a 45-öt azt mindig elolvastam, úgyhogy idén sem hinném, hogy másként lesz. Az utolsó kérdés pedig, hogy van-e bármilyen egyéb célkitűzésem az évre? Azt már emlegettem, hogy szeretném lehetőleg az összes jelenleg olvasatlan könyvet a polcomról elolvasni, ami jelen pillanatban 18 könyvet jelent, ha jól számoltam, tehát 18 olyan könyvem van, ami megvan, és még nem olvastam, és általában úgy szoktam csinálni, hogy először elolvasom azokat, amik megvannak, és csak utána veszek újat. Szóval ez a tervem. Az egyiket nem hinném, hogy elfogom, mert az a német Percy Jackson és a villámtolvaj. Nem, Percy Jackson és az olimposziak a villámtolvaj, amit megvettem, hogy majd németül olvasok könyvet, de nem hinném, hogy teljesülni fog. A másik, amit valószínűleg nem fogok elolvasni, az meg a Tűz és jégvilága, mert az... Nem, az majd egyszer. Úgyhogy más külön tervem nincsen, mert én úgy gondoltam, hogy tavaly év végére így olvasást terén nagyon... Nem is tudom, elfáradtam lehet, és nem is volt évvégén egyáltalán, tehát az utolsó 2-3 hónap az olyan volt, hogy egyáltalán nem is volt kedvem olvasni, de aztán most meg így évelején így jött egy ilyen nagy löket, és akkor tök sokat volt. Tehát most az elmúlt pár napban többet olvastam, mint az elmúlt 3 hónapban körülbelül, és ez elég furcsa, nem tudom, hogy mi történt. Lehet az, hogy újra beállítottam a Goodreads challenge-emet, és most nincs teljesítve, szóval most így bennem van, hogy kell olvasni. Vagy ez ilyen év elejé kezdőlöket, vagy nem tudom, de úgy vagyok vele, hogy majd lesz valami, szóval nincsenek így különösebb terveim. Ezeken kívül azért ezeket szeretném teljesíteni nagyjából. Hát ez volt az újévi fogadalmak könyves tag. Hogyha szeretnétek, a leírásban megtaláljátok a kérdéseket, és kommentben pedig hagyjátok lenni, hogy nektek milyen újévi terveitek vannak könyves téren. Edmondnak pedig még egyszer köszönöm, hogy kihívott. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!